Hát nagyon-nagyon büszkén mondom, hogy ismét egy fantasztikus díjjal gazdagodott a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház, és vendégünk Horváth László Attila, a legjobb férfi alakításért járó külön díjat vehetted át a poszton. Ugye már 18. alkalommal rendezik meg ezt az országos színházi találkozót, és ráadásul ugye a te életedben ez nem is az első díj, nem is az első poszt, hiszen te már gyakorlott posztoló vagy, ha lehet ezt mondani. Tehát tudod, hogy mire számíts, az Illatszertár című nagy sikerű darabbal jártatok most ezen a találkozón. Más volt idegenben játszani? Vagy már ezt is meg lehet szokni, hogy gyakorlatilag ugye a Móricz Zsigmond Színház előadásait szerte az országban színpadra hát állítjátok? Meg lehet szokni, és más. Más, és pont az, hogy más, azt egy idő után az ember már megszokja, nem jobb. Ezt hozzáteszem. Sőt, kellemetlenebb sokkal, veszít mindig az előadás a stílusából, hangulatából, néha az erejéből, stb. Így sokkal nagyobb tér van, messzebb van a közönség, nem tudják úgy beépíteni a díszletet. Remek kollégáink vannak, világosítok, hangosítok, mindent elkövetnek, de hát sajnos akkor sem ugyanaz. A pécsi színpad is sokkal nagyobb, távolabb volt, hiába ültettek nézőket, mert kivették a zenekari árkot, és oda is széksorokat raktak be. És amit nem szoktak már használni, ugye a kakasülőt még fiatal koromban, gimis koromban én ott ültem fent, amikor csoportosan mentünk, és az is, oda is minden jegy elkelt, nagyon nagy siker volt, tényleg szép, jó sikert az előadás, de akkor kivesznek egy előadást arról a helyszínről, ahova készült, akkor az óhatatlanul mindig sérül egy picit. Igen, talán tényleg a közönségnek ez a felfokozott várakozása, ez segít átpillenteni azon a fajta nehézségen, hogy tényleg nem otthon játsszátok ezt az előadást. Itt Nyíregyházán is imádta a közönség az Illatszertárt, és valóban egy csoda, hogy az ember ott ül a nézőtéren, hiszen a díszlet is valami bámulatos, és akkor hát természetesen a kiváló színészi alakításokról, hiszen azt gondolom, hogy tényleg elmondhatom, hogy mindenki a maga nemében zseniális, aki ebben az előadásban részt vesz. Én még valamikor december körül, tehát a bemutató után láttam, de már akkor is olyan volt, mintha évek óta játszanátok. Ebben nyilván benne van az, hogy jó ezt az előadást játszani. Igen. Tényleg jó, tényleg jó. János Mohácsi ezt nagyon szépen összerakta, és hála Istennek jól nyúlt bele. Ő hírhette arról, hogy átír meg, belenyúl minden darabba. Hát ez hol tetszik az embereknek, a szakmának és a nézőknek, hol kevésbé, de hát fannyai vannak, akik nagyon oda vannak a Mohácsi rendezésekké, és itt meghazudtolva önmagát és a szokásait, belég csínyán nyúlt bele, de azt nagyon jól csinálta. Ki? Mohácsi Jani. És a tesója. Igen, csak azt szeretném mondani, hogy két évtized után jött vissza, ugye, itt Nyíregyházára rendezni. Úgyhogy hát megmutatta, hogy érdemes volt rá ennyi ideig várni. A következő évadban viszont te együtt dolgozol majd Tasnádi Csabával is, mint volt direktoroddal, és Verebes István is rendez egy előadást. Mindegy ettőnek rettentően örülök. Ez kicsit nosztalgikus is, ugye? Volt direktorokkal. Igazgatom, Verebes István, és hát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon a becsülöm, hát az ő szellemisége, az ő szakmai tudása és az embersége, az nagyszerű, egy nagyon bölcs ember. És végre újra dolgozunk együtt ennyi év után, ugye, hát utána közel vele is most már ennyi év telt el. Ugye? 16 év a Csaba volt, és 2018 telt el, hogy ő nincs. És újra Csabával is fogok dolgozni a legvégén a Csehó Manójában, aminek szintén nagyon örülök. Azon gondolkodtam, hogy én is már több évtized óta ismerlek, és figyelem a te életed, a karriered, ezt a sok-sok elismerést, amit kaptál, és amikor erre a műsorra készültem, akkor azon gondolkodtam, hogy mekkora szerencse, hogy neked Szolnokról ugye 5 év után el kellett menni. Így van, kirúgott, és ide jöttél Nyíregyházára. Nagyon jót tett velem. Gyakorlatilag
mondhatom azt, hogy nyíregyháziként úgy láttam, mint a haza kerültél volna, mint aki bekerült egy olyan fészekbe, ahol otthonosan mozgottál, kezdett egy picit így aklimatizálódni, és utána pedig szárnyalni. De le is horgozott. Teljesen igazat van egyébként, hogy ez itt történt, és majd akkor nagyon jó tett velem, hogy kirúgott, hogy ismételjem magam. De jót is beszélgettünk vele a szerződtetési tárgyaláson, mert én ott megfeneklettem. Tehát ilyen ördögi kör volt, hogy elégedetlen voltam, mert nem kaptam nagyobb szerepeket, és ebből a frusztrált helyzetből nem is tudtam igazán jól megcsinálni, amikor volt egy nagyobb, és ezért nem kaptam jobbat. Na szóval ez ilyen csapdába estem 22-esbe, és akkor, és mondta, hogy higgyem el, hogy de őre nagyon reméli, hogy egy másik helyen egy nagy levegőt vesz az ember, és akkor elkezdhet valamit csinálni. És akkor mit tudtál akkor Nyíregyházáról? Annyit tudtam, hogy remek a színészháza, gyönyörű a sóstó, és rendezett itt a Kapás Dezső, ennyit tudtam. Tehát gyakorlatilag a társulatról azért olyan sok ismereted nem volt még akkor. Egyáltalán nem volt a társulatról ismeret. Azt tudtam, hogy előző évben szerződtek le a Slangék, Mátrai Tomiék, Juhász Gyuriék, hogy fiatal csapat van lett, meg a Bárány Fricit tudtam. De hát igazából nem is nagyon volt választékom, hogy úgy mondjam, de egy-két hely még akadt volna, csak valamitől úgy éreztem, nem tudom miért, hogy az akkor egy új színház, és valóban új színház, mert hát akkor is Nyíregyházán hány 5 éve volt színház talán. Igen. Hát ebbe a családba te már most már mint egy családfő, és valahol ebben az illatszertárban is, mint egy tényleg egy családfő vagy itt a színházban, és azért úgy a nosztalgiázás közben eszembe jutott, hogy hány embert elveszítettünk, hány kiváló színészt már itt az elmúlt években, és hogy ezt mennyire lehet ugye a sorsunkat egy picit átírni, vagy legalábbis befolyásolni, azért te most rátaláltál, úgy tudom, a jógára, tehát egy picit próbálod. Igen. Azt gondolom, ezt a fajta egészséget, ezt továbbvinni, hiszen nagyon nagy szerepek várnak még rád, reméljük, amiben bele kell majd öregedni, de mindezt egészségesen. Hogy telik a nyár, Lackó? Lesz-e pihenésre idő? Most kezdődött el, mert ugye voltunk a poszton, ami nagyszerű dolog, és a színházunk szinte minden évben van poszton. Nem sok színház mondhatja el ezt magáról. Statisztika szerint, még egy-két éves statisztikát tudok, hogy a Katonával fejfel mellett álltunk a Pesti Katonai Színháza, hogy Nyíregyháza mindig ott van. Ja, és ez bocs, azt talán nem is mondtuk, hogy azért közönségdíjas volt maga az előadás is. Az előadás is közönségdíjas volt. Utána játszottuk még egy fesztiválon, a Városmajori Fesztiválon Budapesten, aminek az talán még nincs is vége, úgyhogy nem tudom, hogy ott is valamit a produkció ére el, vagy sem. Az is egy szabadtéri, és én még Zsámbékon is játszottam egy Csehó Fesztiválon, egy Sirályt beugrottam Marosvásárhelyen egy lebetegedett kollega helyett, és akkor ez még tavaly szeptemberben volt, akkor egyszer játszottam Újvidéken egy fesztiválon, és most újra egy fesztiválon játszottam. Akkor most egy kis most kezdtem el a nyarat, igen. Rokonlátogatás, szülők, és tényleg pihi. És utána hamarosan jön a Vidor Fesztivál és az új évad. Így van. Hát köszönöm szépen, akkor jó pihenést, köszönöm, jó feltöltődést. Mindenkinek, nézőknek, mindenkinek, neked is, nektek is. Köszönöm szépen, gyönyörű végszó, tulajdonképpen ugyanezt tudom én is a nézőknek kívánni. Erre a hétvégére és a nyár valamennyi napjára. Köszönjük, hogy velünk tartottak, várjuk Önöket a jövő héten is. Viszontlátásra!